Jó reggelt kívánok mindenkinek. Azt hiszem, hogy 13-a van, hétfő. December 13 hétfőt. Megkezdjük az év utolsó munkás hetét. Ott szembe kérem szépen, ott az ablakon keresztül kiszűrődik a feldíszített karácsonyfának a fényei. Az angoloknál a karácsonyfa díszítés az nincs időhöz kötve, és ez már november végétől egészen december 25-ig karácsonyig bármikor megtörténhet. Nincs neki egy időhöz kötött szertartása, egy meghitt hangulata, semmi. Amikor éppen eszékbe jut, akkor feldíszítik a karácsonyfát jóval karácsony előtt. És náluk a karácsonyosok egy nap 25-e, és 25-én reggel a Santa, a Mikulás hozzá ajándékot. Ez az ő hagyományuk. Nem ismerik a szaloncukrot, csak ilyen gömbökkel, meg díszekkel, meg lámpákkal van feldíszítve, színes lámpákkal van feldíszítve a fa. Kérem szépen, semmi baj nincsen ezzel. Ez az ő hagyományuk, ezt tiszteletben kell tartani. Nagyon sok magyar követi ezt egyébként. Úgy van benne, hogyha ide jött már Angliába, akkor ő is annyira angol, hogy ő is már feldíszíti a fát novemberben. Vannak, nekem, én ebben is eléggé konzervatív vagyok, és vannak alapvetések nekem. Először is a karácsonyfát 24-én este, vagy délután, késő délután díszítjük fel szentestére. A fa nálam nem lehet műfenyőből. Tudom, hogy mit mond, meg mennyire zöld, meg izé. Hát ha valaki nem díszít fel élőfejűt, akkor ne egyen disznóhús se, vagy csirkehús se. A csirket is azért termeljük, hogy megegyük, a fenyőt is azért termeljük, hogy a fa fenyőt, az élőfejűt azért termeljük, hogy feldíszítjük. Nincs a kettő között, nincs különbség a disznóhús, a marhahús, vagy egyéb termelt élőlények, tenyésztett élőlények, vagy termelt növények között. A fenyő ugyanúgy benne áll a sorban, mint a karalábé, vagy a akármi. Tehát a fenyőt, amit ugye állulnak, azt nem az erdőből vágják ki. Arra területek vannak, ahol azt úgymond iskolázzák. Szóval adnák egy jó tanácsot azoknak, akik esetleg úgy gondolják, hogy kiültetik a fenyőt. Kérem szépen, a következő a helyzet. Gyökeres fenyőt lehet venni, ki is lehet ültetni, akár többször fel is lehet használni. Egy dologra kell figyelni, úgymond iskolázni kell a fenyőt. Mit jelent az, hogy iskolázzák a fenyőt? Hát mi az iskolázás, amit a gyerekeknél iskolázzák a gyerekeket? Úgymond az élet vadhajtásait lenyesegetik róluk, formálják a gyerekeket az iskolában, mint ahogy a fenyőt is a fenyő iskolában. Vagyis minden évben azt a gyökereket, amit azon a gombon kívül nőnek, amit majd ők, tehát ugye a gyökeret, azt egy földgombóccal együtt fogják kiemelni. Tehát a fát a gyökerrel együtt, a földgombócon, a leendő földgombócon a kívül eső gyökereket le kell vágni. Ugyanis arról van szó, hogy a fenyő elkezd növekedni, és szépen nő a gyökere bele a világba. Aztán mikor kiveszik a gyökerestől, akkor azt a világba elnövekedett gyökereket visszavágják, hogy a földlabdásban elférjen, és a fenyő el fog pusztulni, mikor kiültetik, hiszen a gyökeret a nagyobb részét levágták. Ellenben, ha az évek során, ahogy nő a fenyő, minden évben ásóval mellé szúrnak a gyökerének,
tehát körbe szúrják a ásóval a gyökerét közel a tövéhez, hogy ami ezen a leendő földlabdán kívülre növekedett gyökeret levágják, hogy a fejnek a sok gyökere, a túlnyomó része az ezen a földlabdán belül lesz. Ez az iskolázott fenyő, ezt ki lehet ültetni. Probléma az, hogy mikor valaki fenyőt vesz, nem tudja és nem is látja, hogy az iskolázott vagy nem. Ugyanis ezek egy ilyen zsák, akármiben vannak ilyen belebugyolálva a némi földdel, ilyen zsákvászonba, az általában, vagy már eleve edényben, amiben ugye fel is lehet díszíteni, az sem rossz megoldás. Tehát nincs ebben jót akar az ember, hogy kiülteti, hogy éljen tovább, vagy akár vissza is lehessen venni, de következő évben, de nem tudja az ember, nem lehetünk biztosak benne, hogy akitől megveszik a földlabdás fenyőt, vagy cserepes fenyőt, az valóban volt-e iskolázva, vagy nem. Ha nem volt iskolázva, akkor hiába ültetjük ki, csodálkozva látjuk, hogy elszárad és elpusztul. Csak jó tanácsért mondtam ezt, hogy ennek ez a menete, és ez a különbség, amikor valaki ennek elpusztul a fenyő, vagy tovább növekedik kint. Szóval ez ilyen dolog. Én nálam kizárt dolog, hogy műfenyő legyen, ha én fenyőt állítok, kizárt dolog, az nagyjából nem nincsenek egyébként fenntartásaim egyéb hasonló dolgokkal, például alkoholmentes sört, néha az ember ráfanyalodik, hogy alkoholmentes sört így jön, ha szomjas, és nincs más, megvezet, vagy, de hát mondjuk azért a guminőig azért nem menjünk el. Hát, fiatal az ember, akkor meg még egyéb gumiszerszámok hasznosak, még arra is azt mondjuk, hogy nem igazán jó zokniban lábat mosni, de hasznos. Ja. De hasznos. Van az a régi mondás, és ne figyelj ide, ne figyeljenek ide olyan emberek, akik finom lelkűek, de van az a régi mondás, hogy fenyőt lejutottunk idáig. Szépen átkötöttük a fenyőtről, eljutottunk ide, hogy a puncinak hány íze van. Akkor nyalod, akkor sós, akkor baszod, akkor édes, a gyerektartás meg keserű. Igen, ez a három íze van. Na minden, fenyőt rájutottuk azért a puncinál. Jól van. Jól van. Na, szóval én nálam így van valahogy a dolog, még ha kicsi az a fenyő is, ha nem több fél méternél, de nálam akkor is annak élő fenyőnek kell lenni. Kizárdok, hogy műfenyő legyen. Az a helyzet. Vagy akkor ne legyen, és akkor nincs fenyő, de műfenyővel nem játszunk. Tudom, hogy mit mondanak, meg hogy hullik a fenyő, meg még nyáron is azt szereti a szőnyegből, meg stb. Tudjuk, ezt ismerjük, tudjuk, mindent tudunk. És mindenki úgy dönt, ahogy akar, és mindenki feldíszítheti a műfenyőjét. Én a saját álláspontomat mondtam el. És hát ennyi. A múltkori heti videómra, amiben a hitről volt szó, abban hozzáfűzte egyik barátom, hogy a vallások, tehát nem a hit a káros, hanem a vallások, hogy micsoda iszonyatos károkat is okoznak a vallások, és hogy leveszik és átverik a hívőket.
ettől függően ebben tagadhatatlan igazság van. Tagadhatatlan igazság van, hogy amikor már a szekta és a vallás között már ilyen nehezen lehet különbséget tenni, hogy most mi a szekta és mi a mi vallás, de azt kell mondani, hogy a nagy vallások, azok már inkább ott a mérleg már pozitív. Inkább a színházi darab, amit írtam, ahol benne van egy epizód, hogy mi el szoktunk menni a Westminster apátságba, nem a katedrálisba, az apátságba. Rosszul mondom. A katedrálisba szoktunk elmenni. Igen, a katedrálisba szoktunk elmenni. És a Westminster katedrálisba. És ebben van benne, ebben a színdarabban, amit írtam, hogy ott gyertyát gyújtunk halottak napján az elhunyt szeretteinkért, ahol becsület kassza van, és oda lehet tenni, mint 50 pennyt, be lehet dobni, vagy annyira lehet gyertyát gyújtani. És 50 pennyt várnak el, hogy bedobjon az ember a kasszába. Most 50 pennyért 10 gyertyát veszek, 20 gyertyát veszek egy fontért azért, ha még 20 mécsest veszek, azt a kis mécsest a Poundlandba, az egy fontos boltba, 20-at veszek, itt pedig 50 pennyért gyújtok egyet a katedrálisba. Tehát ilyen alapon átvert az egyház, mégsem tekintem úgy, hogy az egyház engem kihasznált, vagy átvert. Nem tudom, érthető a dolog. Tehát nyilván a kihasználásra kiírta a hozzászólás nem arra gondolt, hogy most 50 pennél vagy egy fontért vesz egy gyertyát, hanem egyéb dolgokra, és van erre példa, tudom, hogy nekem is van rokonom ismerősöm, aki alól kihúzta a lakást, mondjuk a baptista egyház. Kihúzta meg, hát a Jehováknak a visel dolga is tudunk, meg a Németh Sándor féle jó indulottan mondom, hogy egyháznak a fizetett százalékról, stb. Tehát nyilván van ebben igazság, hogy az egyházak kihasználják a hívőket, de a nagy egyházakról, a katolikus, református, görögkeleti, stb. Ortodox jelenleg, ezt már nem teszik, vagy nem is olyan, nem olyan mértékben és olyan nyilvánvalóan, mint a feltörekvő kisebb egyházak, szekták, stb. Megvoltak a sötét korszakai az egyházaknak, szinte mindegyiknek, pláne a nagy egyházakról beszélek. Megvoltak a sötét korszakaik. De már most már ezek az egyházak, a muzulmán, mint nagy egyházról beszélek, a muzulmán egyházon kívül úgymond lenyugodtak és megtalálták a helyüket a hívőkkel való kapcsolattartásban. A muzulmán egyházat azért nem tartom így, mert az egy térítő vallás, és az állam és az egyház ott egy. Tehát nincs muzulmán állam állami egyház nélkül. Tehát bele van olvadva az államba, az egyház, ahol muzulmán vezetésű államok vannak. Egyetlen egy olyan állam van, muzulmán többségű állam, ahol szétvált az egyház és az állami gazdatás. Ez a török, ahol a múlt század elején Kemal Atatürk, minden törökök atya, szétválasztott az egyházat és az államot. Ez egyetlen egy olyan állam, ahol ez külön van. Mindenhol máshol az egyházi törvények érvényesek az állam igazgatásban, ahol muzulmán államok jöttek létre. Igen. Lehetne erről még sokat beszélni egyébként. Hogy mennyire, én azt mondom, hogy nyilván minden, és hát sok embernek esetleg még ha ki is alakul sok emberben valamilyen hit,
nem biztos, hogy kell neki liturgia, de akinek kell, azt én arra azt mondom, hogy bátran használja, nagyon-nagyon hiba, és erről beszélt, hogy azokat az emberek, akik hisznek, azokat nem nagyon szokták kigújulni, mert ők már nem nagyon szokták reklámozni ezt, hát a belső magánügyüknek tartják. Ha látványos a dolog, és elmennek a templomokba, azokat a templomba járó vallásos, hívő emberekkel szokták kigúnyolni. Ugye az ateisták, meg a lipsik, meg a mindenféle ilyen istentelen, úgy mondom, hogy istentelen alakulatok. Kérem szépen, ez mérhetetlenül egy ilyen mérhetetlenül tahó, bunkó viselkedés egyébként. Senkinek nem fog ártani ahhoz, ha valaki ismerőse, rokona, barátja, akárki templomba jár. Senkinek nem fog ártani vele, ő saját magát mérle a legkevésbé, ő neki arra szüksége van, ő neki a hitéhez kell a liturgia, és ez teljesen rendben van. Tehát miért? Én nagyon-nagyon szóltam, már a blogomban is írtam már egyébként posztot erről, hogy nagyon-nagyon, vagy a színházi darabban is benne van ez kitételként, hogy mennyire elítélem azt, ha vallásos embereket sértegetik, kigúnyolják, és mindenféle ilyen ökörségeket hoznak nekik példaként, hogy hát, hogy a Biblia, meg Isten, meg hülyeség. Az embernek az igazi buta ember az, aki ezt nagyon indítani kell. Igazi buta ember az, aki ezért bántja a vallásos embereket. Az az igazi buta ember, és az a felvilágosulatlan, maradi, mérhetetlenül sötét, nagyon nagy sötétségben élő ember. Igen. Az az ember az. Tisztelni kell az ember, minden ilyen dolgot tisztelni kell, és el kell fogadni az embert olyannak, amilyen. Az embert el kell fogadni olyannak, amilyen, addig, amíg nem árt, nyilván, amíg nem árt valakinek vele. Nyilván azért azt a muzulmán terroristát nem kell elfogadni, aki a vallása nevében elvágja valakinek a nyakát. Most természetesen, tehát... Na. Na, szóval lesz annyi, csak erről ennyit. Thank you.
Thank you.
Thank you.
mai reggelén kérem szépen, örök kedvencem, de most melegen. Kicsi kis lunchbox. Milyen jó kis forró. Kérem szépen, édes savanyú csirke, örökedent. Már tervezem előre, hogyha hazamegyek, miket fogok főzni. Kérem szépen. Mindenképpen akarok valami töltelékes ételt, májas töltelékkel. Most vagy egy töltött kacsát, bár az úgy képzelem el, megmondom, miről van szó. Nem igazán tartom jónak. Nagyon gusztusos, elismerem. Az egészben sült, töltött pulyka, töltött csirke, töltött kacsa, stb. De az igazi jó étel, ami finom, forró. Forró. Az igazi sült étel az, ami darab fel van darabolva, ugyanis minden egészben sült jószágnak a belseje csak megfő. Nem pedig sül. Kettő között óriási különbség van. Anyósom sem véletlenül csinálja a töltött csirkét úgy, hogy feldarabolja a csirkét, és a bőre alá tömködi be a tölteléket a feldarabolt csirkenek. Szóval a lényeg az, hogy terv az, el kéne jutnom a nagy csarnokba, bevásárolni, ha kapnék libanyakat. Valamikor lehet-e kapni, nem tudom, most még lehet-e kapni libanyakat. Ez libanyak bőr, sem egyéb. És azt megtölteni a libanyakat, és mellé pedig sütni egy kacsát feldarabolva. Együtt megsütni. Tepsivel. Töltött libanyakat, meg a feldarabolt kacsát. Na, az lenne a tudé. Ott lenne tudja. Akkor csinálni zserbót,
aki most rendhagyó módon akar csinálni a zsárbot. Egyébként is rendhagyó módon csinálom, bár torta formában csinálom a zserbót. Egyszerűen azért csinálom torta formában mindig a zserbót, mert a tészta lapokat könnyebb kinyújtani kör alakra és nagyjából egyforma kör alakra, mint a torta forma, mint a tepsinek a formájára. Ilyen egyszerű. Sokkal könnyebb kinyújtani kör alakra. Olyan zsárbot arról csinálni most, tegnap voltunk a Lidlibe, itt nagyon olcsók az olyan dolgok, amik otthon, hát aranyárban mérnek, például puszott mandula, puszott dió. Hát az itten utána dobják. Viszont a filerkel vettem 3 nagy szacskó pucolt mandulát, és viszem haza, ledorálom, és dió helyett mandulás zserbót fogok csinálni. Ez már így el van tervezve. Esetleg még tervezett töltött káposztát, de valahogy azt is olyan rendhagyó módon tervezem. Füstöt valami a töltelékbe, töltött káposzta töltelékébe valami füstölt cuccot kéne belecsempészni. Úgy nem döntöttem el, hogy hogyan. Minden töltelékbe teszek egy füstölt csülök, főtt füstölt csülök darabot. Minden töltelékbe egy darab ilyen füstölt húst, hogy azt is ledarálom, még nem döntöttem el. De valami ilyesmit. Marad a töltelékek köré, a töltelékekkel együtt némi füstölt oldalast még oda belállítok. Szóval nagy terveim vannak, mert lesz egy hetem jóformán. Lányom úgyis dolgozni fog. Nekem majd lesz időm. Főzni. Rántott cuccokat is akarok csinálni. Nyilván rántott halhelyeket. Köbméter számra rántott halat. Egy halászlevet ugye, nyilván. Ez valami is csak rá volt így. Van egyen. Szóval
valami keltésztát is kéne csinálni. Meglátom, hogy mennyi fogy a mandulából. Lehet, hogy csinálni szintén darált mandulával egy aranyralustát. Egy aranyralustát. Igen. Ja. Kettésztát mindenképp akarok csinálni. Pistódát nem tudok csinálni egyébként. Semmi a pistóda tésztát én nem tudok csinálni. Nem csinált. Én a kettésztáknak vagyok a nagy kedvelője. Én azt szeretem a kettésztákat. Na, ajjajajajaj, a kurva életben, a kurva életben, ez valami, Na, hát ennyi.